left line for the Carol Chris. What? Köszöntöm a kedves nézőket, Várhegyi Ferencet hallják. A Sanremo Rally második napjáról számolunk be, illetve az első nap legvégéről. Ez az IRC sorozatnak a 12. utolsó előtti helyszíne, és egy nagyon-nagyon nehéz pálya sorozat várt a résztvevőkre. Ugye 59 induló volt, már most elmondom, hogy 38-an értek célba, és közülük mind a három magyar páros ott volt. A legjobban Turán Frigyesék szerepeltek, akik abszolútban a hetedikek lettek. Puskádiék a 21-ek, de ha jól láttam, kategóriában 11-ek, Újdöség pedig 23. helyen, kategória második helyen végeztek. Csodálatos helyszín, mediterrán tájék, Sanremo, a virágok, a dalok városa, csodálatos építészet. Elfoglalták itt a hegyet, de azért hagytak hegyet még, és hagytak a hegyekben helyet az autósoknak. 54. alkalommal rendezték meg a Sanremo Rallyt. Gyakorlatilag közel van Monacóhoz, Sanremo, fél óra alatt oda lehet érni autóval, hogyha nincs nagy dugó. Úgyhogy aki járt már ilyen vidéken, akkor el tudja képzelni, hogy milyen szép. Gian Domenico Bassot láthatjuk a képernyőn. Összefoglaljuk most röviden az előző nap eseményeit. Azért mutatjuk őt, mert két szakaszon is a leggyorsabb volt, egyéb iránt pedig vezetett is az első három szakasz után. Jan Kopecky, aki a második szakaszon bizonyult a legjobbnak, most azért hajt Henninen társaként, hogy a Skodával, illetve önmagával minél jobban szerepeljen. André Ucsi és André Uszi, akik az olasz bajnoki címért küzdenek ezzel a Peugeot 207-essel, nem vállaltak túl nagy kockázatot, miután hamar kiderült, hogy Umberto Scandola, a legnagyobb rivális, hibát követett el. Íme itt van egy belső kamerás felvétel, és aztán megnézhetjük kívülről is. Eltalálja az egyik acélkorlátot még az első szakaszon Scandola, aztán összesen három alkalommal szenvedett defektet, végül a második szakasz után kiállt. Íme itt van az utolsó defekt. Ez azt jelentette, hogy gyakorlatilag már csak célba kellett érnie André Uccinak. Henninen Európa bajnok, ő keményebb gumikkal kezdte az első napot, látható, hogy a pályák egy részén a vizes, illetve a száraz felületek váltogatták egymást, és hát így következett el aztán a délutáni pihenő után a várva várt 44 kilométeres esti szakasz, a Ronde szakasz, amely hát legendás, este 9-kor kezdődött. Tehát sötétben Henninen indul. Az IRC sorozatban egyelőre a második helyen áll. Az első napon nem vállalt túl nagy kockázatot. Nem maradt le nagyon egyébként, nagyjából 13 másodperc. Ho-ho! Aztán itt pedig már végállomás, mert hogy ez a 13 másodperc soha többet nem lesz meg. Ráadásul egy ház tetején landol, miután leesett az útról. Henninen, hát az egyik legfurcsább baleset, amelyet látunk. Itt van a finn versenyző, aki komor, mint egy bika. Hát felborultunk, és aztán itt valahogy megálltunk. Oké, egy kicsit jobban nyomtam. Ezen a szakaszon megpróbáltam utolérni Bassot, tehát vele szemben volt 13 másodperc hátránya. Hát az igyekezetet kudarc követte. Nem jó az, hogy így fejreálltunk. Gian Domenico Basso, aki hát ebből persze profitált, és miután ő kiválóan ismeri ezt a pályát, meg nagyon jó formában van, és jó a kocsija is. Nagyon jó időt ért el. 30 perc, 20,4 másodperc alatt teljesítette ezt az éjszakai szakaszt. Azt mondja, hogy volt egy pici problémája a fékekkel, de szerint ez egy teljesen normális dolog. És akkor nézzük Jan Kopeckit, aki másodikként kezdett. És hát végül majdnem 13 másodpercet kapott Bassótól. Ezen a szakaszon egyébként Basso volt a legjobb, Kopecky lett a második. Itt van a cseh versenyző, aki a cseh bajnokságot megnyerte már. Nem volt könnyű, mert sok helyen volt csúszós a pálya. Sok időt el is veszítettünk.
talán egy picit óvatosan is vezettem, de holnap lesz még három nap, három szakasz kétszer, tehát ez egy hosszú verseny, tehát ő még lát esélyt arra, hogy feljebb jöjjön. Andre Ucci, aki miután tudta már, hogy Scandolával nem kell foglalkoznia, csak hatodik időt ment, több mint egy perccel ment lassabban, mint Basso, vissza is csúszott a nap végére, a hatodik helyre az összetetben. Azt mondja, hogy túl puha gumikkal ment, és a közepe a pályának száraz volt, hát végül is biztonságra törekedett. Perico, aki a negyedik volt, és feljött a harmadikra az első nap végére, itt pedig már Albertini. Nagyon keveset lehet látni, ezek az utak is mutatják, tájékozódási pontok nem igen vannak, a versenyzőknek gyakorlatilag csőlátásuk van. Tehát igazán nagyon fontos volt az előzetes pályabejárás, az itiner felírás, és maximális bizalom a navigátorban, és nagyon pontos vezetés. Hát köszönöm szépen, ez utóbbiban most jeleskedett Breen, Craig Breen az ír, aki a harmadik legjobb volt ezen a szakaszon, és feljött az ötödik helyre, íme itt van. Ami pedig ezen a szakaszon a legjobb magyar túrán zsíros kettős teljesítményét illeti, ők a 9. helyen végeztek, de voltak problémáik, a végén vissza kellett venni a tempóból, mert a motor majdnem megfőtt, és aztán nagy szerencse, hogy végül is aztán a másnap reggeli rajtnál ott tudtak lenni, nagy műszaki bravúr volt, meg szerelői bravúr. Hát kezdjük is akkor el a második, tehát most már a mai napnak a bemutatását. Az ötödik szakasz egy közel 20 kilométeres, tehát az előző esti 44 után megint egy hosszabb gyorsasági várt a mezőnyre. Három szakaszt kellett megtenniük kétszer, ez a lebonyolítási rend. Ebből ugye a hármat délelőtt, aztán utána egy nagyobb szünet, majd jön a délutáni három, ugyanaz a három. Basso megy. Jó időt és száraz pályákat reméltek erre a napra, és ez így is lett. Tehát ilyen szempontból kedvezőbbek voltak a körülmények. Gian Domenico Basso. Aztán Kopecky indul már. Az ötödik szakaszt is megnyerte egyébként Basso. Kopecky lett a második, és Scandola. Ment mögötte még jól, itt Kopeckyt láthatjuk. Turánék ezt a napot úgy kezdték, hogy nem versenyüzemmódban hajtották a járművet. Petter Solberg csapatától kaptak egyébként kocsit, Fordot. És a biztonság kedvéért, miután ugye előző este túlmelegedett a motor, ezúttal normál üzemmódba kapcsolva hajtották végig ezt az első szakaszt. Ennek köszönhették, hogy nem kerültek be a legjobb 10 közé, alig fértek be a legjobb 20-ba. Ezt követően azonban már miután látták, hogy az autó működik, újra teljes gázra váltottak, és ahogy már említettem, a végén a hetedik helyre feljöttek, tehát egy fantasztikus teljesítmény tőlük. Albertini már, miközben itt láthattuk Brint, aki Albertinivel pont a negyedik helyért hajt. Fél másodpercet kapott Stefano Albertini Brintől. Nagyon kevés volt köztük tehát a különbség. De az elején az első jobb kanyarban volt egy megpördülése, miatt vesztett időt. Ha ez nincs, akkor lehet, hogy megveri ezen a szakaszon Brint. Íme itt látható, hogy Turánék ekkor már ott voltak a legjobb bak között a 8. helyen. Hamarosan megyünk tovább, megnézzük, hogy hogyan alakult a másik két szakasz, és aztán mi történt délután. A hatodik gyorsasági szakasz, alig reggel fél tíz után helyi idő szerint, elég sokan az utak mentén. Ez egy közel 19 kilométeres gyorsasági, Passo Teglia, megint egy hegygerinc, hát gyakorlatilag ez jellemzi a Sanremo Rallyt, hihetetlenül nehéz futam. Perikót láthatjuk, amelynek az a magyarázata, hogy megnyerte ezt a szakaszt ezzel az S2000-es Peugeot 207-essel. Első szakasz győzelme ezen a versenyen, és maradt a harmadik helyen összetetben.
ezúttal Gian Domenico Basso mögé szorult, ami meglehetősen ritka, ugye még Kopeckinek volt szakaszgyőzelme az első napon, és most pedig Alessandro Pericónak is van már. De ettől függetlenül Gian Domenico Basso, aki mindössze 7-tized másodpercet kapott ezen a közel 19 kilométeren, teljesen kézben tartotta a dolgokat, hiszen 40 másodperc volt ekkor az előnye Kopeckivel szemben. Sokkal könnyebb Basso számára ez a verseny, mint például a San Marino rally volt júliusban, amikor Andreas Mikkelsennel kellett harcolnia, itt gyakorlatilag senkivel nem kellett már. Craig Breen, aki hatodik időt autózott, és 4,6 másodperccel volt lassabb, mint Albertini, ami annyit jelentett, hogy Albertini megelőzte őt. Pontosan 4,5 másodperccel, tehát 1/10 volt előtte köztük a különbség. Hihetetlenül szoros verseny. Itt van már Andreucci, aki megelégedett egy 8. időeredménnyel ezen a szakaszon, Scandola kiesése után, és ugye az volt a terve, hogy amennyiben befejezi a versenyt, és ugye akkor már minimum pontszerző, egy pont kell, és akkor megvan a 2012-es bajnoki címe is. Hát ez lebegett a szem előtt, semmi más. Conzani egy Renault Megane-nal, francia páros, eléggé kétségbe estek, egy ilyen hiba után nem csodálom. Ezután ugyanis megsérült a hátsó tengely, lehet is látni, hogy az autó eléggé csámpázik. Megpróbálták még folytatni, de hát újra megpördültek. És hát aztán végül ki is álltak. A széria kocsik versenyében voltak ők érdekeltek, és hát a kétkerék meghajtású kategóriában is korábbiak alapján. Jön a harmadik szakasz, ez több mint 20 kilométer, majdnem 21. Újra Basso, aki azért most megmutatta, hogy nem beszített a tempójából, ezt a szakaszt is megnyerte, és most már több mint 50 másodpercen növelte ezzel a győzelemmel az előnyét, ami hát még kényelmesebb előnyt biztosította számára, vagy lehetőséget a győzelemre. Érdekes, hogy úgy érezte jól magát Basso, hogyha nyomja keményen, hozzáteszem, ezt nagyon sokan így csinálják, akkor marad meg a versenyző komfortérzet, hogyha nem esik ki a ritmusból. Hát ő nem esett. Kopecky a harmadik lett, itt Perico bejött még elé. Viszont Perico előtt több mint fél perc volt az előnye a cseh versenyzőnek, és hát ugye ez volt az egyetlen Skoda az első 10-ben, Breen. Az a helyzet, hogy defektet kapott, mert valamit megüthetett, és a kocsi, a bal első kerékét lehet is már látni, az már defektes. Jó 3 percet elveszített egyébként ezzel, miután sikerült rendbe tenni a kocsit, és hát a 6. csúszott vissza, itt pedig Albertini, aki hát ezzel megerősítette a 4. helyét, noha kicsit óvatosan ment, legalábbis furcsa motorhangokra panaszkodott a szakasz végén, hát ez mondjuk a tempóján olyan nagyon nem látszott. Andreucci, olasz bajnoki cím felé tör, de itt most majdnem nagyot hibázott. Aztán tovább megy. Az volt a szerencséje, hogy semmit nem talált el. Pont volt itt egy pici kifutótér. Ezzel együtt a 6. leggyorsabb volt, és Breennek ugye a gumidefektes problémái miatt feljött az 5. helyre. Turánék maradtak a 8. helyen a szakasz után. Közel volt a Campadellihez. Ekkor már.
ez pedig a szervíz munka. Vissza a Száraimóba. It was just a left corner. Craig Breen. I'm not sure what I hit, hát egy balkanyarban történt. Nem tudom pontosan, hogy mit találtam el, de valami olyat, amely éles volt a pálya belső ívén, és ez felszakította, felhasította a gumi oldalfalát, tehát ez történt. Körülbelül 100 vagy 200 métert mentünk még a defekttel, de addigra már teljesen lefoszlott a gumi, meg kellett állni kerékcserére, és hát ez baj, ugyanakkor úgy érzi, hogy a rondei szakaszon még előző este nagyon jó tempót ment, és hát ez az, amit szeret. Délután 2, és újra elkezdődött a verseny, pontosabban folytatódott. Újra a Colle Langani, közel 20 kilométerre szakasz kellett teljesíteniük a versenyzőknek, tehát már egyszer végigmentek ugyanitt. Kopecky, aki másodjára a leggyorsabbnak bizonyult ezen a szakaszon, ami azt jelentette, hogy nagyon-nagyon komolyan stabilizálta a második helyét a versenyben. És hát miután Henninen kiesett, ugye láthattuk még az első este, hogy mi történt vele a 44 kilométeres szakaszon, akkor már biztos volt, hogyha ezt a helyét megtartja, akkor meg is előzi Henninent a bajnokságban, és ott is a második helyen van Basso, aki ezúttal a második lett, 5,3 másodpercet kapott, aztán Craig Breen, aki ugye az előző szakaszon gumidefekttel kínlódott, hát itt most egy harmadik helyjel bizonyított, tehát abban a pillanatban, hogy minden rendben volt vele, remekül érezte magát megint a pályákon, de ez a harmadik hely sem jelentett előrelépést, maradt a hatodik helyen ekkor az összetérben. Pierre Campana tegnap nagyon sok időt vesztett a rondai szakaszon, eltört a hátsó differenciálmű, a 24. helyre csúszott vissza, mára megszerelték, és itt a második napon egy negyedik idővel villantott ezen a szakaszon, és már a 12-re jött fel az összetetben. Harry Hunt tegnap, illetve a pénteki napon neki is voltak defektjei, illetve hát már a mostani napon is, tehát összesen két defekten volt túl. A hatodik időt azért most autózta, amikor nem volt problémája, jól ment. Következő szakasz, 9. fél 3, egy kicsivel később, a Passo Tegliai, 18,8 kilométeres. Itt most megint Kopecky bizonyult a leggyorsabbnak, ez volt a harmadik szakasz győzelme a cseh versenyzőnek. De nem sokon múlott, hogy meglett, ugyanis nagy meglepetésre Craig Breen majdnem megcsípte őt, nem Domenico Basso, hanem Breen, aki mindössze 4 másodperccel maradt el Kopeckytől, és még ez is csak arra volt jó, hogy a hatodik helyét tudja tartani. Rendkívül látványos területek, és nagyon nehéz autózni itt. Campana már azért küzdök keményen, hogy bekerüljön a legjobb 10 közé, itt egy harmadik idővel jeleskedett, el is jött a 11. helyre. És aztán utána pedig még tovább. És nézzük akkor Bassot, aki ezúttal egy kicsit visszavett talán a tempóból, minden esetre a negyedik helye így is nagyon előkelő, ráadásul ugye korábban több mint 50 másodperc előnye volt, most itt a szakasz után 37 másodperc és még valamennyi volt az előnye, tehát nyugodtan belefért egy kis lazítás. Továbbra is ő maradt az élen. Nagyon jól mentek Turánék, 7. helyen ezen a szakaszon. Berikó
a képernyőn már Alessandro Perico, aki ötödik lett ezen a gyorsaságon, ami azt jelentette, hogy tartotta abszolútban a harmadik helyét Kopecky és Basso előtte. Széria kupa, Gasparetti, Renault Megánnal meg is nyerte. Végig ő volt a leggyorsabb ebben a kategóriában. Ime itt van, ez pedig az állás. A Sanremo Rally után Konzani Aigner az első kettőben. Ez pedig a kétkerék meghajtású kupa. Simona Campadelli, 27 éves versenyző, aki vállsérüléssel bajlódott. Ezzel együtt meg tudta nyerni a kategóriát, és összetettben pedig a nyolcadik lett. Turánik mögött végzett Brian Buffier, az új Peugeot 208 R2-essel. Itt pedig a bajnokság állása. A gyártóké. És akkor nézzük az árást, a tizedik szakaszt. Calle d'Oggia. Majdnem 21 kilométer, délután fél négy előtt valamivel kezdődött a verseny. Az utolsó szakasz, Craig Brint láthatjuk, aki hát végül a hatodik lett összetettben, és hogyha nincs az a gumidefektje, akkor még tán a dobogóért is harcolhatott volna. Egy nagyon nagy emóció özönért, ezzel élményözön, hogy visszatértem ide Olaszországba. Minden alkalommal, amikor beülök az autóba, akkor most Polla, ugye Geretre emlékezem, aki mindig velem van. Célba érkeztem, jó tempót mentem, és ez büszkévé tesz engem. Lehet, hogy kívülről nézve nem voltak olyan jók az eredményeim, de számomra ez egy fantasztikus hétvége volt, nagy győzelemnek tekintem, amit végrehajtottam. Paolo Andreucci, aki hát végül egy kalandot leszámítva nagyon magabiztosan autózott, és megszerezte az olasz bajnoki címet, a hetediket, összetettben egyébként ötödik lett, hétszeres bajnok vagyok, sokat dolgoztunk ezért az eredményért, most boldogok vagyunk, és a Peugeot Olaszország is az. Alessandro Perico már a képernyőn, aki végül a harmadik helyen zárta ezt a versenyt abszolútban, íme itt van, nagyon sok olasz ugye a legjobbak között, de hát a helyismeret meg kiváló képességek, jó autóik ezt lehetővé teszik. Minden rendben volt, nagyon nehéz volt a verseny, különösen az első napon. Itt pedig az utolsó három szakaszra kellett még nagyon figyelni. Ján Kopecky, aki célba hozta a Skodát, az egyetlen a legjobb tízben, második lett, és ezzel az IRC sorozatban is megelőzte csapattársát Henninent, és ott is a második helyen van. Ahogy én ezt mondtam reggel, nagyon fontos volt, hogy megtartsuk a helyünket, mert Gian Domenico Basso nagyon gyors volt, nem, tehát túl nagy kockázatot kellett volna vállalni, hogy megpróbáljam utolérni. Skodával mi voltunk a legjobbak, és remélem, hogy ez sokat ér a csapat számára. És itt pedig Gian Domenico Basso, aki az abszolút győztese lett ennek a viadalnak. Második alkalommal nyeri Sanremóban, 2008-ban is ő diadalmaskodott, akkor még egy Abarth Grande Puntóval. Megpróbáltam koncentrálni az utolsó 3-4 szakaszon is, és hát ugyanakkor keményen nyomni. Azt hiszem ez a legjobb, hogy az ember ne essen ki a ritmusból. Itt vannak az eredmények, látható, hogy Turánék a hetedikek abszolútban. Nagy eredmény, úgyhogy ezúttal is gratulálunk, megérdemelték már. Ez pedig a Basso féle ünneplés, a csapat a Mille Miglia San Marino Rally után a San Marino Rally győztesét is köszönthették az ő személyében.
És hát ugye egy ilyen nagy siker után óhatatlanul felvetődik a kérdés, mit hoz a jövő. Sűrű hónapokat, pillanatnyilag még nincsen lefixált tervünk a 2013-as esztendőre, korai még, de az biztos, hogy jó munkát végeztünk, és hát szeretnénk majd jövőre is a nemzetközi szintéren valamit villantani. Látható, hogy a bajnokság állása így áll, Mikkelsen és Kopecky most az első kettő, itt pedig már a többiek. A gyártók versenyében nincsenek különösebb változások. És adósak vagyunk még a Colin McRae díj átadásával. Ezt a Targa Florio-i dráma után, ahol navigátora életét veszítette, és most visszatért, Craig Breen kapta meg, aki Gerrit Roberts emlékére is autózva szerepelt kiválóan ezen a versenyen. Ez pedig már a dobogó. Basso, Kopecky és Perico a legjobb három. Egy verseny hátra van még, mégpedig a Ciprus Rally november elején. Természetesen ezt is meg fogjuk önöknek mutatni, ezzel zárul a 2012-es IRC sorozat. Köszönöm a figyelmüket, Várhegyi Ferencet hallották, a viszontlátásra!